Kezüket csokolom, hölgyeim, kellemes estét kívánok az uraknak is, egy újabb 10 perc és egy újabb érdekes vendég a ma esti műsorban is, ahogyan azt mindig szoktuk. Hamarosan kezdődik az újabb NB1-es kézilabda szezon a Bébron Gyöngyös csapata számára, és ez az év nem kevés újdonságot tartogat majd a kézilabda rajongóknak. Régen tudjuk már, régen tudják már a kézilabda szurkolók, hogy új vezetőedző irányítja ettől az évtől a Bébron Gyöngyös felnőtt csapatának munkáját. Üdvözlöm itt a stúdióban Konkoly Csabát, a Bébron Gyöngyös új vezetőedzőjét. Szia Csaba, jó estét kívánok! Jó estét kívánok én is! Magáról a sportról és a szezon kezdésről majd egy picit később beszélünk. Én azt gondolom, hogy azért a kézilabda rajongók előtt abszolút nem volt ismeretlen a neved, hiszen számos olyan csapat mellett megfordultál, mint vezetőedző, akiket nagyon jól ismerhetünk, Győri Audi, stb. Akik most az Audit mondjuk, vegyük úgy, hogy nem is mondtam az Audit. Lényeg a lényeg, hogy nagyon-nagyon ismert vagy kézilabdás berkekben, viszont amiért újdonság számodra a gyöngyösi munka és a gyöngyösi csapat az az, hogy férfi csapattal dolgozol végre valahára? És ezt kérdezem. Igazából pár éve merült fel a gondolata a menedzseremmel, Szörnyi Attilával karöltve, hogy mi lenne, ha kipróbálnám magamat a férfi mezőnyben is. Így aztán adódott egy remek alkalom, a gyöngyösiek megkeresése, hogy Németországból hazatértünk, és hát annyira közelítettek egymáshoz az álláspontok, és a személyes szimpátia is amellett döntöttünk aztán, hogy a Gyöngyösnél kipróbálom magam férfi vonalon. Mekkora kihívás ez számodra? Hogy érzed most már azért egy másfél hónapja együtt dolgoztok a fiúkkal, ami az alapozást illeti, hamarosan kezdődik a bajnokság. Hogy sikerült az átállás a női vonalról a férfi vonalra? Nagyon nagy kihívásként élem meg. Mindenképp arra és minden idegszállammal arra koncentrálok, hogy a lehetőség szerint a legtöbbet tudjak segíteni a itteni férfi csapaton. Én azt gondolom, hogy a srácoknakban is ez a fajta kihívásnak az érzékelése és ehhez való hozzátevés munkálkodott folyamatosan a felkészülés alatt. Nagyon becsületes kis csapatunk van, azt gondolom. Szorgosan, dolgosan töltöttük a hétköznapokat a felkészülésbe, és értelemszerűen arra is próbáltunk időt szakítani, hogy a csapatot a lehető legjobban összekovácsoljuk közösségé. És én azt gondolom, hogy jó úton jártunk, jó úton járunk, nagyon kíváncsian várjuk mindannyian, ők is, én is a szezonkezdést. Azt a Konkoly Csabát, akit mindenki ismer, én azt gondolom nem kell bemutatni az edzőt, a sportembert, a sportszakembert, viszont arról a Konkoly Csabáról, aki családjával együtt most Gyöngyösre költözött, és itt fog élni, és Gyöngyös egyik lakója lesz, azon kívül, hogy a Bébron Gyöngyös vezetőedzője, nagyon keveset tudunk. Mesélj egy picit magadról, Csaba, mi az, amit úgy gondolsz, hogy elárulsz? Egyáltalán mennyire tartod azt, hogy van az embernek egy magánélete, és van egy másik élete, amit a nagy közönség előtt él? A kezdetektől fogva bele kényszerű talán az ember, hogy el kell fogadnia, hogyha az ember közszereplő valamilyen szinten, akkor a magánélete is ott van, nyilvánosságra kerül. Igazából nincsenek ilyen szempontból se titkaim, se nagy dolgok mögöttem. Annyi, hogy van két nagy gyerekem, akit az előző feleségem nevel Győrben, és a mostani feleségemmel egykori kézilabdázóval, Konkoly Szegedi Orsolyával költöztünk most ide Gyöngyösre, és hát mindenképpen azon vagyunk, hogy a lehető leggyorsabban integrálódjunk, és én azt gondolom, hogy egy nagyon kedves és nagyon szép kis városba kerültünk. Ennek megfelelően ő is már elkezdett dolgozni a gyöngyösi Kálvária Parti általános iskolába, és hát róla meg igazából magánemberként azt mondom, hogy próbálom ugyanezt, amit a szakmába is főbb elvekként vallok. Tehát azt a fajta fegyelmet, amit a játékosoktól megkövetelek, azt magam felé is. Tehát igazából nagyon komoly rendszerint élünk. Itt az edzéseket és a munkát
helyezzük mindenképp az előtérbe, és utána jön majd a szórakozás. Mit csinálsz akkor, amikor szórakozol? Mit csinálsz akkor, amikor nem edzés van? Mit csinálsz akkor, amikor van egy kis luk a napi rendedben? Mivel kapcsolódsz ki egyáltalán? Mert hát azért egy vezetőedző élete, főleg, hogyha dolgozik, az nem csak abból áll, hogy bemegy délelőtt, délután megtartja az edzést, aztán elmegy a haverokkal sörözni. Így van, ezekre az edzésekre fel is kell készülni, tehát igazából az a fajta munkaidő, amit az előbb említettél, nem csak a csarnokban zajlik. Kollégámmal, Nigrényi Tiborral mindig egyeztetjük a heti edzéstervem belül a teendőket, és hát az otthoni munka az egyrészt a vágással is telik, az ellenfelekre való felkészülésre, másrészt pedig az adott aktuális csapat körüli teendőknek a megtervezésével. Maga a szabadidőben igyekszem karbantartani magam, ez kerékpár, úszás, így a szabadidősportokat tekintve, nagyon szeretek olvasni. Nem tudjuk kikerülni a dolgot, kell, hogy beszéljünk egy kicsit a szakmai részről is, és kell, hogy beszéljünk az elvárásokról is. Nyilván vannak realitások és vannak elvárások a csapattal szemben ebben a szezonban, és hát az elmúlt éveket tekintve nem csekélyek az elvárások. A realitások mennyire lehetnek közel az elvárásokhoz? Az a tökéletes, hogyha ez a kettő a lehető legszorosabban találkozik. Én mindenképp a fokozatosság híve is vagyok. Mindenképp egy olyan fokozatos előrelépést várnék a csapattól, ami azt gondolom, hogy teljesíthető. Bár a tavalyi szezonnak az értékelése amellett sem szabad eltekinteni, hogy nagyon nehéz mérkőzéseken többnyire egy gólos vereséget szenvedett a csapat, ami akár a szerencsefaktort is belevonhatja. Tehát erre nagyon nagy szükségünk lenne idén, most már a mi oldalunkra állítva. De mindenképp azt gondolom, hogy a 12. helyről előrébb lépve fokozatosan, én az első évben a 10. helyet céloztam meg, a másodikra erre már építve egy kicsit a 8. felé kacsingatnék. A vezetőség értelemszerűen a 6-8-at várná, viszont nagyon sok olyan csapat van, most már a felkészülés során tapasztaltuk, hogy nagyon sokan leszünk ott, aki ezért a 6-tól 10. helyért is komoly küzdelmet fog folytatni. Ilyen szempontból az idei bajnokság hasonló lesz a tavalyihoz? Hogy lesz egy nagyon sűrű, nagyon kiegyensúlyozott, nagyon kiki meccseket egymással játszó középmezőny? Biztos, mert ahogy itt a kollégákkal beszéltem, mindenki erősítette a csapatát, szinte mindenhol ugyanez a nagy játékos mozgás volt tapasztalható, ami nálunk, hogy 5-6-8 játékos is érkezett. Itt például a Dabast hoznám fel, aki most másodosztályból jutott fel, viszont teljesen kicserélte szinte a keretét 9 játékossal, úgyhogy már nem egy volt másodosztályú csapatról beszélünk, és ezek többnyire NB1-et megjárt játékosok, vagy NB1-es rutinnal rendelkező játékosok. Úgyhogy az a fajta harc, ami ezért a már említett 6-tól 10. helyért, 6-tól 12. helyért lesz, ez megint csak szoros lesz nagyon. Egy vezetőedzőnek mennyire nehéz a munkája egy új csapat felépítésének terén? Te is új vagy a csapatnál, rengeteg új játékos van, viszont van egy alap, amire építkezel. Ezt a hármat mennyire nagy feladat neked összegyúrni, mennyire komoly kihívás az, hogy három ilyen tényezőt összerakjál egy meglévő alapot, egy új vezetőedzőt és egy csomó új játékost? Az a fajta újdonsága és a ezzel való építkezés, az szerintem megkönnyítette most úgy a dolgom, hogy azok, akik már itt voltak, azok egyértelműen kiemeltem az erősségeiket, egyértelműen igyekeztem a köré már a vezetőséggel egyeztetve igazolni a játékosokat, most ez több-kevesebb sikerrel sikerült, úgymond, de ettől függetlenül is én azt gondolom, hogy ez mindig egy nehéz feladat, egy új csapatot építeni. Ennek nem is az első fél évben van meg az eredménye, hanem a másodikban, mert akár ha egy új játékost nézek, ő is egy fél év alatt integrálódik egy új csapatba. Igazodni kell a játékszisztémához, igazodni kell neki a társakhoz. Na most nálunk ez hatványozott, ahogy te is mondtad. Ez a 4-5 új játékos, aki érkezett, és a itt maradottak heten
7-8 ember, én azt gondolom egy olyan jó értelembe vett keveréket fog alkotni már most az edzőmérkőzéseken, amit mutattak, hogy komoly játékerőt képviselünk ezekért a pozíciókért folytatott harcban. Fejezzük be egy kicsit a komoly szakmázást, és egy picikét a könnyedebb részéről beszéljünk még a beszélgetés végén a vezetőedzői munkádnak. Ugye említettük, hogy női csapatok mellett dolgoztál eddig, és ez az első férfi csapat, és hát kimondva, kimondatlanul egy vezetőedzőnek valahol pszichológusnak is kell lenni, pedagógusnak is kell lenni. Mennyire kellett pszichológusnak és pedagógusnak lenned egy női csapat élén, és hogy érzed, mennyire kell pszichológusnak és pedagógusnak lenned egy férfi csapat élén? Kívülállóként azt gondolná az ember, hogy a csajokkal több baj van. Igazából én a kézilabda oldaláról próbáltam megfogni ezt a problémát. Lehet, hogy ezek is voltak aztán a kisebb-nagyobb hibáim. Ugyanis már akkor is úgy gondoltuk néhány kollégával karöltve, és emellett a vonal mellett mentem én is, hogyha a férfi kézilabdához igyekszünk fejleszteni a női kézilabdát, akkor sikeresebbek leszünk, és sikeresebbé válik a női kézilabda. Gyorsabbá, attraktívabbá, látványosabb megoldások jönnek ki belőle. Értelemszerűen azon a határon belül, amit egy nő meg tud a maga fizikális valójában valósítani. A férfi kézilabdában igazából most, amit látok, hogy egy, még egyszer hangsúlyozom, egy nagyon jó társaság van Gyöngyösön, én azt gondolom emberileg teljesen ilyen értelemben pozitív a kép, és hát ezt, hogyha oda visszük majd a pályára ezt a közösségi erőt, meg megkapjuk a szurkolóktól azt a támogatást, és azt a fajta edzésmunkát, amit elvégeztünk, és ahogy amilyen hittel most elvégezték a srácok, én azt gondolom, hogy ezáltal maga a férfi kézilabda, mint kép egy kicsit most pozitívabb bennem, de ez abszolút nem degraláló visszafele, mert mindennek megvolt a maga szépsége, meg a jósága. Most azt gondolom, pont emiatt a már említett kihívás miatt is, hogy ez mindenképp azért van így bennem, mert tényleg nagyon nagy elánnal várom azt a fajta szezonkezdést, hogy akkor most mutassuk meg. Azért rendkívül diplomatikusan kikerülted a direkt választ a kérdésemre, de köszönöm szépen, hogy itt voltál velem, Csaba, és köszönöm szépen, hogy sikerült rám időt szakítani, illetve a nézőkre sikerült időt szakítani. Szeptember 10-én idegenben kezdünk, 16-án itthon pedig zúgjon a hajrá, Gyöngyös. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velem. Köszönöm én is a meghívást. Önöknek pedig köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, ez volt már a 10 perc, a viszontlátásra.